Köszöntöm nézőnket a Karcag Arany János Általános Iskolában. Hamarosan kezdődik az udvari játékok átadása. Sáng István a Karcagi Tankerti Központ igazgatójával beszélgetünk. Sok új játékot látunk. Hogyan valósult ez meg? Volt a Kilébezberg központnak egy kis pénzmaradványa. Ennek keretében szakmai és infrastruktúrális pályázatokra a mi közreműködésünkkel pályázatot indított, és ennek az intézményeink eredményesen szerepeltek, köztük az Arany Suli is, és egy kis szakmai programmal fűszerezve ezek az eszközök is beszerzésre kerülhettek, és egy kicsit kellett a tankerületi központnak is mellé tenni, hogy ez teljes legyen. Tehát úgy látom, hogy itt vannak olyan játékok, amelyet kisebbek is használhatnak, nagyobbak is, tehát gondolom ez volt a cél, hogy azért délután, amikor napközi van, akkor is tudjanak egy kicsit játszani. A cél az volt, amit a pedagógusok és az intézményvezető meghatározott. Mi amellé álltunk, úgy láttuk, hogy ez egy kitűnő program. Erről majd igazgatónő részletesen be tud önöknek számolni, de ez azt a korosztályt érintette, amit a pályázatban megcéloztak, és ezt az idei évben december 31-ig meg kell valósítani, és ennek az eseményén vagyunk most itt, amikor ezt átadjuk, és a program is zajlik. Lesz-e hasonló a többi általános iskolában? Ilyen szakmai programok, nyertes szakmai programok a többi iskolába is megvalósulnak. Most nem akarok butaságot mondani, 21 nem ennyi millió forint értékben, illetve 35 millió forint értékben egy intézményünk infrastruktúrálisan is megújul azokon felül, amikről eddig hírt adtunk. Hát akkor reméljük, hogy a második fél évben is, tehát a következő 2019-ben is, ennek a tanévnek a második fél évben is lesznek hasonló átadások, hiszen az azt jelenti, hogy sikeresen pályáztak. Én biztos vagyok benne, hogy minden pályázati lehetőséget kihasználunk, és ezt a programot olyan céllal indítottuk, hogy utána az elkövetkezendőekben a szakmai részét és a hozzá szükséges egyéb feltételeket a tankerületi központ folytatásként tudja biztosítani. Akkor jó munkát kívánunk, köszönjük szépen! Köszönöm szépen és a nézőknek és önnek is. Tisztelt vendégeim! Egy intézmény életében mindig fontos esemény, ha a napi rutintól eltérően egy kicsit megállhat, ünnepelhet. Ilyen alkalomra hívtuk önöket ezen a szép őszi délutánon. Mi, az iskola tanárai nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindig ragadjuk meg azokat a pályázati lehetőségeket, melyek segítségével bővíteni tudjuk eszköztárunkat. Gondolok itt új eszközök beszerzésére, vagy érdekes, tartalmas, újszerű programok megvalósítására. Célunk a szakmai innovációs tevékenységek megvalósításával az élményközpontú oktatásnevelés segítése a hátrányok enyhítése érdekében. Az elmúlt évben is több nyertes pályázatba kapcsolódtunk be, a fenntartó egyetértésével, támogatásával. Segítő közreműködésükre mindig számíthattunk. Így valósult meg többek között a Nemzeti Tehetségprogram által meghirdetett matematikai, természettudományos, digitális kompetenciákat fejlesztő programsorozat, a határtalanul pályázat keretében szervezett erdélyi utazás. Több alkalommal szerveztünk Erzsébet napközistábor, színházlátogatást. Rendszeresen vesznek részt felsős tanulóink az útra való pályázatban mentor tanárai irányításával. A Karcagi Tankerületi Központ irányításával zajlik az a két éves kísérleti program, melyben korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő közösségi rendezvények megvalósítása történik. Ennek keretében az elmúlt évben három, és ebben az évben is három tábor kerül megszervezésre. Ebben a tanévben kapcsolódtunk be a Liget Alapítvány szitakötő pályázatába. A folyóirat segítségével irodalmi, ökológiai, természettudományos ismereteinket bővíthetjük játékos formában. Az eszköztár bővítésében a pályázatok mellett más segítséget is kaptunk az utóbbi időben. Így használhatják a gyerekek trambulin és a pingpongasztal, mely a Karcagvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatásaként került hozzánk. A mai nap is egy újabb pályázatról szól. Ez a Kleebensberg Központ szakmai pályázata. Engedjék meg, hogy megnyitó ünnepségünkön tisztelettel köszöntsem Sági Istvánt, a Karcagi Tankerületi Központ igazgatóját.
Pabar Beatrixot, a Karcagi Tankerületi Központ gazdasági igazgató helyettesét. Varga Istvánt, a Karcagvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. Pánt Ildikó, önkormányzati képviselőt, az intézményi tanács tagját. Karcagi Nagy Zoltán, önkormányzati képviselőket. Szepesi Tibor, önkormányzati képviselőt, az Oktatási Bizottság elnökét. Klósz Csilla Margit intézményvezetőt, a Karcagi Általános Iskola és Alapokú Művészeti Iskola képviselőjét. Köszöntöm a média képviselőit. Szeretettel köszöntöm a megjelent szülőket, kollégáimat, és természetesen benneteket, gyerekek, akik izgatottan vártátok ezt a mai napot. Kedves vendégek! Az első osztályos tanulók a szitakötő pályázat keretében Csengeri Kristóf versével ismerkedtek meg az elmúlt hónapban. Kérem, fogadják szeretettel az őszi dalt! Az előzőekben már hallottuk a tankereti igazgatótól, hogy mi minden segítségevel valósulhatott meg ez, de hogy pontosan mi is történt ebben az iskolában, Szentesini Nánási Tünde intézményvezetővel beszélgettünk. Látunk itt olyan játékokat, amelyek kisebbeknek valók, látunk ülőpadokat, de mihez kapcsolódott ez a program, amihez önök pályáztak? Iskolánk arculatát meghatározza a magyar nyelvű cigány nemzetiségi oktatás. A Klebersberg Központ szakmai pályázatában éppen ezért a roma hagyományok ápolása az inkluzív pedagógia eszközeivel címmel nyertünk 1 200 000 forint értékben egy pályázatot, és ennek kapcsán szereztük be ezeket a kerti bútorokat, játékokat az alsósok és a nagyobbak részére. Gondolom, hogy a gyerekek már nagyon várják, hogy birtokba vegyék, hiszen én úgy látom, hogy vannak azért előnléti játékok is, akkor egy kis bújócskázásra, játékra, mesére alkalmat adó is. Így van, igyekeztünk 1-től 8. osztályig igénybe felmérni és figyelembe venni a gyerekek igényét. Nagyon remélem, hogy minden gyermek megtalálja azt a játékot, ami a kedvére való. Remélem, így lesz, és hát akkor hasonló sikeres pályázatokat kívánunk, hiszen gondolom, hogy ötletekben itt sincs hiány. Így van, igyekszünk minden pályázatot és lehetőséget megragadni arra, hogy a gyerekeket és az iskolánkat eszköztárában és módszertanában is bővítsük és fejlesszük. Jó munkát kívánunk, köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Tisztelt vendégeink, kedves gyerekek! Felkérem Szentesini Nánási Tünde intézményvezetőt, mutassa be a Klebersberg Központ pályázatát. Optimizmus nélkül igazi pedagógus el sem képzelhető. Gróf Thunburgi Klebersberg Kuno egykori közoktatásügyi miniszter szavaival köszöntöm a kedves megjelent vendégeket. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Önöket, kedves szülők, és természetesen tanítványainkat. Előbbi idézetemre visszautalva elmondhatom, hogy a Karcagi Arany János Általános Iskola nevelői optimisták, még akkor is, ha munkánkat, hivatásunkat nagy országos eredmények ritkán jellemzik. Pedagógusaink nem csak optimisták, hanem kitartóak, innovatívak és igazi profi tanárok, tanítók. Köszönöm, hogy itt vagytok velünk.
Kollégám a felvezetőben már említette, hogy keressük a kihívásokat, lehetőségeket, pályázatokat azért, hogy a nálunk tanuló gyermekek is részesülhessenek azokban az élményekben, amely más számára talán evidencia. A fenntartó, a Karcagi Tankerületi Központ 2018. február 19-én értesítette a tankerületi intézményeket arról, hogy a Klebersberg Központ középirányítói jogkörében eljárva pedagógiai, szakmai fejlesztések megvalósulásának támogatására pályázatot hirdetett szakmai jó gyakorlatok programok támogatására. A szakmai programok jó gyakorlatok támogatása keretében saját kidolgozású, követésre érdemes jó programra lehetett pályázni. Olyan alkalmazott módszerek jó gyakorlatok folytatására és terjesztésére, melyek hozzájárulnak a nevelő-oktató munka fejlesztéséhez, valódi módszertani támogatást biztosítva a pedagógusok számára, lehetővé téve a közös gondolkodást, szakmai fejlődést. Mi a kategóriák közül az inkluzív módszert választottuk jó gyakorlat bemutatására. Azt szeretnénk közvetíteni, hogy a magyar nyelvű cigány-roma nemzetiségi oktatást kiegészítve a roma hagyományok ápolását milyen jó ötletekkel, programokkal lehet színesíteni. Pályázatunk oka az volt, hogy a befogadó nevelés eszközeivel arra törekedjünk, hogy tanulóink képességeit, önbizalmát olyan szintre fejlesszük, ami hozzásegíti őket egy sikeres, boldog élet elkezdéséhez. Ennek érdekében olyan tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk, mint például a páros munka, a kooperatív csoportszervezés, a differenciált és egyénre szabott óravezetés, projektoktatás. Az inkluzív pedagógia azt is jelenti számunkra, hogy a nevelési egységben résztvevő valamennyi személy, tanárok, diákok és a kedves szülők a kölcsönös együttműködés szellemében megismerik és építenek az egyéni különbségekre. 2018. március 6-án beadtuk fenntartónknak a pályázatot, melynek címe Roma hagyományok ápolása az inkluzív pedagógia eszközeivel. A pályázati programot újvárosiné Hanuszka Katalin tanítónő álmodta meg, és szorgos szerdán, családi csütörtökön és pihenő pénteken az alsós munkaközösség támogatásával együtt valósítják meg. Az elnyert összeg 1.200.000 forint. Ebből az összegből a szakmai programok eszközbeszerzését finanszíroztuk, így a tegnapi napon kézműves játszóházat valósítottunk meg, többek között fakanálbábokat, gyöngyfűzést, cigánybábokat készítettünk népviseletben, és jósoltunk is a modern technika a számítógép segítségével. Végül a gyermekek számára talán a legfontosabb eszközbeszerzésünkről szeretnék önöknek tájékoztatást adni. Pillanatokon belül átadásra kerülnek a pályázatból elnyert összegből vásárolt következő játékok. 4 darab kültéri pad, góvé faház a legkisebbeknek, kosárpalánk és lengőteke az udvar másik részén, hátsó részén található, paliból játék, mókuskerék, láncos egyensúlyozó, homokozó és römpad. Nagy boldogság ez a tanulóknak és nevelőknek egyaránt, hiszen igazán gyermekbarát és élményszerű lesz a kintartózkodás a szünetekben és a szabadidős sportfoglalkozásokon. Köszönet a pályázat írójának, újvárosiné Hanuszka Katalinnak, és megkülönböztetett köszönettel tartozunk a tankerületi igazgató úrnak, Sági István úrnak, Pabar Beatrice gazdasági vezető, gazdasági igazgató helyettesnek és Kisné Sós Ágnesnek, szakmai igazgató helyettes asszonynak a támogatásért és a segítségért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tisztelt vendégek, kedves gyerekek! Az avató ünnepségek szép hagyománya a szalag átvágása. Tisztelettel felkérem fenntartónkat, Sági István, a Karcagi Tankerületi Központ igazgatóját, Pabar Beatrice gazdasági igazgatóhelyettest, valamint Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselőnket, és Varga István elnök urat, hogy intézményvezetőnkkel, Szentesiné Nánási Tündével közösen vágják át a szalagot, és engedjék a gyerekek birtokába a játszóteret.
Kedves vendégeink! A délután még sok meglepetés tartogat számunkra. Kézműves foglalkozások, játékos feladatok, kóstoló várja a vendégeinket. Kérem a szülőket, hogy a gyermekeikkel közösen vegyenek részt a programokon a családi délután keretében. Nagyon-nagyon rég, jobban rosszban együtt vagyunk, bármi legyen is, barátok maradok, esett az eső, fújhat az én szívünket, de tőle meg semmi még. Néha volt vitán, egy szóval se bántjuk egymást, bármi legyen is, együtt van a sok barát. Csepereg az eső, belefolyik az arcomon, régi barátom, veletek vagyok, de nagyon-nagyon rég. Jobban rosszban együtt vagyunk, bármi legyen is, barátok maradunk, esett az eső. Ha volt vitán, egy szóval se bántjuk egymást, bármi legyen is, együtt van a sok Csepereg az eső, veled folyik az arcomon, régi barátok, veletek vagyok, de nagyon-nagyon rég. Rovarokban együtt vagyunk, bármi legyen is, barátok maradok, esett az eső. Nagyon-nagyon jó, jó paroszban egy.